A hétvégén több mint 800 illegális bevándorló száll partra Szicília szigetén, miután az olasz hatóságok egy német és egy francia NGO hajónak is engedélyezték a kikötést. Közben Németországban a nem kormányzati szervezetek támogatói azt követelik, hogy még több migránst hozhassanak Európába. Ezen kívül azt akarják, hogy a hatóságok kevesebb ellenőrzésnek vessék alá a civil szervezetek bevándorlókat szállító hajóit. Összesen 257 illegális bevándorlót tett partra egy NGO hajó Szicílián szombaton. Az embercsempészekkel együttműködő német tengerjáró Tunézia közelében nemzetközi vizeken vette fel a fedélzetére a gumicsónakokon Európába tartó migránsokat, akik között marokkóiak, bangladesiek, egyiptomiak és szírek is voltak. A Szivács 3 az olasz sziget nyugati részén Trapiniben kötött ki. A hatóságok azonnal koronavírus tesztet végeztek a fedélzeten lévő embereken. Az illegális bevándorlókat ezután buszokkal további egészségügyi vizsgálatra szállították, majd vissza kellett térniük a hajóra, ahol 14 napot karanténban töltenek a járványügyi szabályoknak megfelelően. Míg a német NGO hajó több száz embert tett partra, addig több német nagyvárosban is utcára vonultak ezeknek a civil szervezeteknek a képviselői. Egyenesen azt követelték, hogy kevesebb korlátozással és ellenőrzéssel szállíthassák a migránsokat Európába. Azért jöttünk ide, mert mi is bekapcsolódtunk a tengeri mentő akciókba az olasz partoknál. Van egy hajónk, amely a különböző blokkádok és az olasz politikai helyzet miatt elakadt és nem tud tovább haladni, mondta egy aktivista. Megcélozták Olaszországot, mint a boldogulás lehetséges hídját. A közmédiának nyilatkozó szakértő szerint a főként Tunéziából induló migránsok célja elsősorban nem Olaszország, de ide tudnak a legkönnyebben eljutni. Szomráki Béla azonban azt is elmondta, hogy a tengeri út egyáltalán nem veszélytelen. Hogyha összesítjük a 2015 óta felerősödött vagy robbanásszerűen beindult migrációs hullámot, ott az áldozatok száma már több ezerre tehető, és ezeknek az áldozatoknak a száma, tengeri áldozatoknak a száma csak akkor csökkent, amikor Salvini olasz belügyminiszterként, elsősorban is persze miniszterelnök helyettesként erőteljesen a sarkára állt. 2017-ben Matteo Salvini kinevezése előtt meghaladta a 100 000 főt a partot ért illegális bevándorlók száma Olaszországban, neki köszönhetően azonban 2 év alatt ez a szám 3 000-re csökkent. Most azonban 2 nap alatt több mint 800 migráns kapott engedélyt a partra szállásra az olasz hatóságoktól. Vasárnap ugyanis egy másik nem kormányzati szervek által üzemeltetett hajó, az Ocean Viking is kiköthet Szicília partjainál 549 illegális bevándorlóval a fedélzetén.